személyeket, akik annak idején a megnyitóinak a megnyitás körüli napokon itt voltak. A mai napon vannak korbű jelmezeseik, akik mindegyikük egy-egy jeles személyt fog megjeleníteni, úgyhogy ők is följönnek majd ide a színpadra, sőt ők fognak mindjárt először. Tudni kell, hogy nem csak zoológus, hanem etnográfus, a Néprajzi Múzeum megszületése és az ő érdemeinek köszönhető világutazó is volt, és kortársai világjáró Szántos Gámosnak is hívták, és egyébként ugye katonatisztként is szolgált. Aztán hadd kérjem a színpadra Deák Ferenc Pest Belváros országgyűlési követét, aki szintén itt volt annak idején az állatkert. Aztán hadd kérjem a színpadra Rokter Miller Mikultúrát, Pest Szabadkirályi Város főpolgármesterét. Annak idején, amikor az állatkert megnyílt, és később is egyik jeles támogatója és az állatkert rendszeres látogatója volt, Szász Kukor Kuhári Klotil. Korábban az állatkert 1866-os megnyitása előtt egy hónappal töltött a Gauzani születésnapot. Akinek a társadalmi hölgye volt Erzsébet királyné, aki néhány nappal az állatkert megnyitása után érkezett. Tisztelt királyi fenség, főpolgármester úr, államtitkár úr, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kiválóságok és mobilitások! Haladjunk tovább az eseményekben, tovább méltatva azt, hogy Európa legjobb állatkertjeinek egyike a budapesti, és talán a legszebb is. Jó napot kívánok! Szeretnék mindenkit köszönteni, akit eddig még nem köszöntöttünk, és azokat a gyerekeket és szülőket is, akik lehető és reményeink szerint minél gyakrabban és minél könnyebben bejuthatnak majd a újra megnyitott állatkertbe. És hát szintén, amikor most érkeztem, egy kis kört mentem az állatkertben, és megnéztem, és látom a sok gyerekek, akik itt vannak, és látom, hogy még ezt az állatkert a szolgálat tesz, amivel állapítva lett 145 évvel ezelőtt. Remélem, hogy a jövőben is ilyen pontosan és ilyen szépen fog működni. Hát sok sikert kívánok, és még egyszer gratulálok a születésnapjára. Köszönöm szépen! Isten, Szántusz János kardját valóban az. Átnyújtsam Szántusz János úrnak, szíveskedjen előlépni. Ez valóban az Állatkerti Társaságnak a harangja. 1893-ban öntötték, hogy szíveskedjen ott az alul található perti segítségével megkongatni a harangot. Hát így szól a mi harangunk, de ez valóban egy évszázados harang. Mi majd újra megnyitjuk az állatkertet déli 12 órakor. És akkor lehet már kedélyezzük az átvágást. Köszönjük szépen! Akkor nem tudni, és magasságtól, szélességtől függetlenül mindenkinek tessék parancsoljanak, jöjjenek, fáradjanak el, egyenesen jó napot kívánok! Így van! Köszönöm szépen!